A Hanyi Íjászok Hagyományőrző Egyesület harmadik alkalommal rendezte meg a Kisrába Kupa íjászversenyt Kapuváron. A versenyzők a folyóparton elhelyezkedő célokra lőttek. Szabó István, a civil szervezet elnöke elmondta, 57 íjász vett részt a folyó átlövő versenyen. Kapuvár Kupa, tehát hivatalosan így hívjuk, hogy Kisrába Kapuvár Kupa. Ez tulajdonképpen a Kapuvár Kupából alakult ki, amit első évben 2011-ben rendeztünk meg, még a Kresszparkban. És 2015-ben gondoltuk azt, hogy egy kis változatosságot vigyünk bele, és hozzuk közelebb a nézőkhöz, a közönséghez, és 2015-ben első alkalommal rendeztük meg a Kisrába Kapuvár Kupát, 16-ban másodszor, és most 17-ben, 2017. szeptember 9-én pedig harmadik ízben rendeztük a Kapuvár Kupát Kisrába átlövéssel. A Szent Anna hídtól a régi Kisrába vasúti hídig kijelölt pályán, íjászpályán 12 célt helyeztünk ki. A bal part volt a céltábláknak a helye, a jobb parton pedig a íjász csapatok próbálták a folyón átlőve, a Kisrába folyón átlőve a célokat minél nagyobb pontszámmal eltalálni. A versenyt, mint említettem, harmadicben rendeztük meg. Először voltak is olyan kis kifogások, hogy hát városba hozzuk, nem lesz veszélyes. Egyébként, hogyha belegondolunk, minden veszélyes, ha nem figyelünk oda, ha a körülményeket nem veszük figyelembe, meddig mehetünk el, mit tarthatunk meg azon a területen, ami még a hagyományőrzést, az íjászatot szolgálja még. Úgyhogy aztán végül is úgy tűnik, hogy azért sikerrel jártunk, mert az idejében 57 íjász vett részt a megmérettetésen. A elmúlt évben 48-an voltunk, az első alkalommal pedig 40-en. Tehát amint a számokból is látni, hogy évről évre gyarapszik a létszám, akik részt vesznek ezen a versenyen. Megyéből érkeztek az íjászok? Főleg a megyéből jöttek, Sopron környékéről, Fertődről, a farádi íjász barátaink, csornaiak, lovászpatonáról, Győrből, a ringeséből először voltak íjászok ezen a találkozón. Hát többen sajnos családi ok, meg egyéb ok miatt nem tudtak eljönni, akik már, hogy mondjam, az első kettő versenyen mindig itt voltak. Tehát így jött össze a, és hát természetesen a Hanyi íjászok Kapuváról. Ott nem mindenki versenyzett, többen csapatokat vezettek, tehát csapatvezetők voltak, és a pontszámokat írták, jegyzetelték a találati lapokra. Lényegében akkor egy célt kellett eltalálni. Milyen messze volt a cél, és igen, hány lövés lehetett leadni? Igen, hát a célok azok különbözőek voltak, és különböző távolságúak. Voltak 2D-s és 3D-s, illetve íjász céltáblák is voltak. Ezek a, ugye a sárga, a piros és a kék körrel jelzett céltáblák. Azokat kellett eltalálni, 10-8-5. Illetve hát nulla pont természetesen úgy a találati érték. A távolságokat, mint mondom, azok különbözőek voltak. Ugye ahogy a Kisrábának az egyik partja, a másik partja azért úgy adta a távolságot. Tehát hogyha úgy megnézzük a medret, akkor azért olyan egyforma, de mi úgy helyeztük el a célokat, illetve a lőállásokat, hogy esetleg egy ilyen kis rézsuttal, tehát kicsit eltolva az egyenestől a célokat, tehát nagyobb távolságokat is kijelöltünk a célok leküzdésére. A céltáblák mögé természetesen megelőzendő a esetleg balesetet, vagy hogy a célvesző kipattanjon, elpattanjon, veszőfogókat tettünk ki. Az olyan helyeken, ami egy kicsit veszélyesebb, akár itt a spárnál, a kispárnál, ami közelebb van, úgy ottan közlekednek jobban, vagy a István Gizella szobornál, ott azért húztunk ki jelző szalagot, meg az, hogy íjászott, vigyázott, íjászott, tehát kitettünk azért figyelemre felhívó szalagot és táblákat. Hát nézzük, milyen eredmények születtek. Hát az eredmények azok
azok, hát mint mondottam, nagyszerűek voltak. Itt hát az első három helyezettet értékeljük. A különböző I-kategóriák győzteseit sorolnám fel. Cinege Máté, Cinege Vivien, Fülöpné Németh Gyöngyi, Fülöp József, Csombók Imréné, Tischler Tímea, Szabó Ferenc, Kelemen Ferenc, Homor Péter, Lőrinc Norbert. Tehát ők voltak a győztesek, a legjobbak, a legjobb, legtöbb pontot elérők, és itt a férfi tradicionálisoknál Szabó Ferenc másodszor nyerte el a vándorselleget, amit Hámori György polgármester úr ajánlott föl még a Kapuvár Kupa tiszteletére 2011-ben. Itt megemlíteném azt is, hogy igen, örültünk annak, hogy Hámori György polgármester úr és Budai Imre alpolgármester úr a megnyitón ott voltak. Polgármester úr köszöntötte a résztvevőket. A köszöntő után megkoszorúztuk a hét kópjafa emlékhelyünket. Oda ifjukat, a ifjú lányokat jelöltünk ki, hogy koszorúvivőnek, és akkor átmentünk a másik oldalra, és megkoszorúztuk őket. És sajnos ennek a dolog eseménynek volt egy olyan szomorú eseménye is, hogy egyik íjásztársunk, aki végig ott volt velem a kezdetétől, 2001-től, amikor még az iskolába indítottuk ezt a íjászatot, hagyományőrző íjászatot, Budai Gyula tanár úrnak a emlékére egy pendítéssel tisztelektünk. Ugye, sajnos ő már nincs közöttünk, és mindig ott volt velünk a Hanyistók kerékpáros centrum melletti területen is, meg itt is céltábla őrzők voltak a noviskolágából együtt, és ifjú íjászokkal együtt, úgyhogy az emlékét is ott egy pendítéssel emlékeztünk meg róla, az emlékéről. Biztatást kaptunk a közönségtől is. Volt, aki másfél órán keresztül a gesztenyesori padon ült, és nézte a különböző csoportoknak a íjászatát, a teljesítményét. Megmondom őszintén, egyik célja úgyis ez az egésznek, hogy a íjász találkozó a verseny mellett ezt a hagyományőrző íjászatot minél szélesebb körben megismertessük a emberekkel. Úgyhogy jövőre is szeretnénk megrendezni, sőt még olyant is mondtak a kollégák, íjásztársak, hogy esetleg még egy 3-4-5 célt is betehetnénk, mert a távolság elbírja. Lehet, hogy egy picit közelebb leszünk egymáshoz, de igazából nem zavarjuk egymást akkor is, hogyha csak 10-15 méterre vagyunk egymástól, vagy hát párba egymás mellett vagyunk közvetlenül, tehát ez is lehetőséget ad arra, hogy egy picikét még szélesítjük a dolgot. Kapuváron hányan íjászkodnak? Ez változó Kapuváron, tehát akik itt az együttesben vagyunk, ott vagyunk 22-en, de szerdánként vagyunk kint a Keszparkban, a Hanyistók centrum melletti területen. Mindig jönnek újak. És bízom benne, hogy a mostani esemény után majd jönnek, mert érdeklődtek, hogy hol találnak meg bennünket, hol lehet íjászkodni. Felnőttek is, apukák, anyukák kérdezték, hogy a kislányok kedvet kapott hozzá, vagy a fiú kedvet kapott hozzá. Tehát kint a Hanyistók centrum melletti területen szerdánként 5 órától vagyunk kint, és bárki, akinek indítatása van, kedve van, szívesen látjuk, jöjjön, úgyhogy bevezetjük az íjászkodás rejtelmeibe. Ha még annyit szabadna a tervekkel kapcsolatosan még, hogy hogyan alakul az idejévünk. Ugye szinte minden hétvégén van valamilyen verseny, ahova versenytársaim, íjásztársaim mennek, elmennek Sárvár, Sümeg, Tata, Győr, Sopron, Móvár, de szeptember 23-ánra is készülünk, ugye akkor lesz a Kapuvár Szeretlek, Magyarország Szeretlek című rendezvénysorozat, ugye ez is már visszatérő. Szinte minden hétvégén van egy felkérésünk egy falunapra, vagy valamilyen közösségi rendezvényre, hogy az íjászat rejtelmeibe bevezessük a
falu lakosságát, vagy annak az intézménynek a dolgozóit, mert ilyenre is volt már példa, hogy cégek, vállalatok kértek meg bennünket egy-egy vállalati céges napra, hogy menjünk ki. Aztán meg egy újdonság, tavaly évben már csináltuk december 21-én a fényláncot. Ugye itten az őszi-téli napforduló esemény során csináljuk ezt a rendezvényt. Tavaly kint csináltuk a Kressz Parkban, tehát a centrum mellett, a kerékpáros centrum mellett. Az idejében szeretnénk ide a Várárokba behozni, és már az IASZ társak jelezték, hogy igen szívesen eljönnek rá, amikor is ugye a legrövidebb, vagy a leghosszabb éjszakát butyusztatjuk azzal, hogy egy-egy gyertyát gyújtunk, és azt úgy fénylánc formájába egymásnak adjuk. Tehát ez még az idejévnek az egyik rendezvény sorozata. És ha még egyet szabad megemlítenem, hogy a jövőre lesz a pozsonyi csata. Nagyon sokat emlegetjük az utóbbi időben, tehát igen, elfelejtettük ezt az eseményt. 907-ben győztük le a nyugati seregeket, ugye itt a július 4-7 tájékán, hogy szeretnénk a pozsonyi csatának a emlékére 1111 éve, hogy történt, 1111 nyilvessző lövéssel emlékezni rá itt Kapuvárot, úgyhogy a többi IASZ-társak is már jelezték, hogy nagyon szívesen részt vesznek rajta. Csak egy kérdés ide a végére, a pozsonyi csatával kapcsolatban érdemesnek találja ön is mondjuk ezt többször megemlíteni, akár évforduló kapcsán is, hiszen ha visszagondolunk a történelembe, akkor ez egy olyan győztes csatája volt a magyar hadseregnek, tehát a honfoglalóknak, Árpád vezérnek, ami azt hiszem világra szól, és én úgy tudom, hogy egy amerikai katonai akadémián is oktatják. Igen, igen, és lehet, hogy onnét is vettük át mi magyarok, ugye, hogy hát ilyen esemény is történt ám a magyar történelemben, és ugye, hogyha jól belegondolunk a honfoglalás után, ugye, 896-900-as évek, 907, tehát nagyon közel volt ahhoz, ugye 900-ra fejeződött be igazából, szokták mondani a honfoglalás, amikor itt a Kárpát-medencébe úgy berendezkedtük. De a 907-es évforduló, a pozsonyi csata tulajdonképpen a megszülető Magyarországnak az első jelentős csatája volt, és sikere volt a nyugati seregek fölött. Ahol egy komoly túlerővel szemben kellett helytállniuk a magyaroknak, és hát eléggé sikerült. Nagyon megvártuk őket, és ugye utána az időszak után jöttek a kalandozások, amik de sokkal több ismeretünk van, ugye ezekről a kalandozási időszakokról, eseményekről, és azért azt hozzátenném, hogy azért az íjnak a magyar íjnak ezen csatákban, a pozsonyiban is nagy-nagy szerepe volt, nagy-nagy jelentősége volt, hogy megvertük őket. Történészként ön fontosnak találná, hogy az oktatásban hangsúlyosabb szerepet kapjanak ennek a pozsonyi csatának a tanítása, a részleteinek a megismertetése, illetve a következményeinek a megismertetése? Természetesen. Visszaemlékezve még az aktív koromra, amikor ugye itten a honfoglaláskort időszakát tanítottuk, bizony nem nagyon. Ez a tanártól függött az, hogy mennyire viszi be az órára a pozsonyi csatának a eseményét, és annak a hozadékát, hogy így mondjam. Ugye meg hát úgy, hogy a Árpád valahol ott esett el ugye ebbe a csatába, hát a sírját még ma is keresik, hogy merre lehet, hol lehet, különböző térképek jelennek meg erről az eseményről, de sajnos azt gondolom, hogy nagyon sok időt vesztettünk ennek az eseménynek az igazi feldolgozásában. Igen. Köszönöm. Én is köszönöm.